Ahogy említette igazgató úr, én Hajdúnállásról érkeztem. A Bocskai Koronának vagyok a program igazgatója, emellett egyébként a Hajdúnási Holding ZRT vezérigazgatója, és egy nagy váltáson mentem túl. Én egy multinacionális pénzintézetnek, egy globális pénzintézetnek voltam az ügyvezető igazgatója. Kicsit korábban, és amikor elkezdtem Bocskai Koronával foglalkozni, akkor én voltam a legnagyobb szkeptikus ennek, amikor a polgármester úr felkért, de úgy gondoltam, hogy neki kezdek. És ez azt is jelentett, hogy én most éppen hazaköltözöm Hajdúnállásra, és csak a közösségi gazdasággal foglalkozom. Úgyhogy veszélyes dolog a helyi pénz, én azt gondolom ebből a szempontból. Viccet félretéve, én nagyon örülök, hogy Bocskai úr tartott az előadást előttem, még személyesen nem találkoztunk, de szerintem nagyon sokat fogunk találkozni. Három dolog miatt örülök, az egyik, hogy Hajdú, ő is, mint én. És aki valamennyire ismeri a Hajdúkat, akkor azt tudja is, hogy mit jelent ez, hogy Hajdúk vagyunk. A másik a neve. Nem őról neveztük el a Bocskai Koronát, de azt gondolom, hogy van hozzá köze. A harmadik igazából, ami fontos, hogy megalapozta ezt az előadást. Konkrétan minden alapot letett ahhoz, amiről én beszélni szerettem volna, és így sokkal gyorsabban tudunk haladni. Nekem is lenne egy kérdésem, ki az, aki már járt Hajdúnállásra önök közül? Még mindig nem elegen, de azt gondolom, hogy ez már egy jó kezdet. Amikor a legutóbbi előadásomat tartottam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, akkor senki nem nyújtotta fel a kezét, és úgy mentem fel a színpadra, hogy az egyik közgazdász professzor azt mondta, hogy hallott már erről, nem hisz benne, meg se akarja hallgatni, és ott csak közgazdász professzorok voltak, utána néhányan azért elgondolkoztak rajta. Én azt gondolom, hogy most egy teljesen más közegben vagyok, bízom benne, hogy van valamelyes nyitottság. A Bocskai Korona, akkor át is térek a mondandómra, ez egy ma már. Ez egy törvényes fizetőeszköz Magyarországon, jogszabály a magyar jogrendszerbe beépült, viszont amikor mi elkezdtünk ezzel a fizetőeszközzel foglalkozni, akkor ez még nem volt a magyar jogrendszerben, egy joghézag, vagy akár azt mondom, hogy egy jogi felhatalmazás nélkül indultunk ennek neki. Nem mi voltunk az elsők. Sopron létrehozta a soproni kék frankot, és a balatoniak egyszerre kezdték el egy picit hamarabb építeni a balatoni koronájukat. Ami viszont nagyon-nagyon fontos a helyi pénzben, hogy ez nem egy egységes rendszer, nem egy egységes módszertan, amivel haladni kell, nincsenek rá sémák, és nem dobozból kell kivenni, mindenki más utat járhat be. Egyetlen egy lényege van, hogy meghatározza a célt, amit el akar érni, és meghatározza azt a módszert, ahogy ezt végig fogja vinni. Nem vagyunk egyformák, és nagyon kevés közös pont van a soproni kékfrank és a balatoni korona között. Mi pont megfordítottuk a gondolkodásmódot, és máshogy kezdtünk el építkezni, és hogy az előbb a szociális szövetkezet során, ha jól értettem, akkor egy komolyabb kitekintést és egy olyan aspektust kaptunk, ami a nemzetközi összefogásra helyezte a hangsúlyt. Én azt gondolom, hogy nagyon sok kapcsolódási pont van, de mi pont erről, ebből kívülről jövünk, és mi az belső, alsó kezdeményezés, hogy tud becsatlakozni egy város életébe, egy közösség életébe, és azt gondolom, hogy ez a kettő együtt, hogyha jól tudom felépíteni az előadásomat, akkor erősíteni fogja egymást a szociális szövetkezettel. Meghatározott célra hoztuk létre. Igazából az volt, azt kell tudni a helyi pénzek kialakulásáról, hogy ez nem egy új dolog. Évszázadok óta működik. Jelenleg is van olyan ország, ahol a helyi pénz tartja kordában a gazdaságot, például Svájc. Svájcnak van egy másodlagos pénzrendszer, az is egy helyi pénz, mondjuk az a vállalkozók között működik, de a svájci gazdaság ennek köszönheti egy ilyen időszakban, mint 2008 után is vagyunk, a működőképességét. Wörlben a II. Világháború után sokkal komolyabb gazdasági és szociális problémák voltak, mint ma Magyarországon, és az ottani polgármester elindított egy helyi fizetőeszközt, ezt Wörgli csodának is nevezik, ami megváltoztatta a város életét, és létre tudott hozni egy gazdasági dinamizmust a városban. Több ezer, 5000-nél több helyi pénz működik ma a világban. Magyarországon még ez egy picit túl, mi hárman vagyunk már, de azt lehet mondani, hogy nem vagyunk egyedül ezzel. Mi az, amiért létrehoztuk? Az első egyetlen egy dolog volt, amit felismertünk, hogy Hajdúnállásnak az egyik legnagyobb problémája a városból történő tőke kiáramlás. Az előző előadásban hallottunk erről. Azért áramlik ki a tőke, mert az emberek, ha megkapják a pénzüket, akkor elköltik, jellemzően nem megtakarítják, és hol költik el? Multinacionális cégeknél, vagy globális cégeknél. Nem akarok neveket mondani, mindenki ismeri a különféle nagyáruházakat, ami már most már minden kis településen is megvan, ott költik el, ott vásárolják meg az élelmiszert. Nagy áruházakban vásárolják meg a műszaki cikkeket, és a kereskedőink felismerve azt, Hajdúnálláson 30 aranykoronás földek
pénzekkel rendelkező város, és kezdett eltűnni az őstermelői réteg. Mert a boltosaink, akik egyébként hajdunánásiak is bementek Debrecenbe, elmentek Nyíregyházára megvásárolni a mezőgazdasági termékeket, húst máshonnan hoztak, és a termelői piacunk sem tudott elindulni. Ugyanez igaz a tejtermékre is sorolhatnám. Kiáramlik a tőke. Mit lehet ezzel ellen tenni? Azon gondolkoztunk, hogy mi az az eszköz, ami igazából a tőkét kordába tudja tartani, hát az nem más, mint maga a tőke, erre jöttünk rá. És igazából az volt a célunk, hogy a városból történő tőke kiáramlást megállítsuk. Ez volt a célunk, de majd az előadásom végén el fogom mondani, hogy igazából a helyi pénz igazi szerepe az nem a tőkéről és nem a pénzről szól. Azzal az indítatással indultunk el, mert nekem volt egy olyan múltam, ami igazából a tőkre és a pénzügyi műveletekről szól, de rá kellett jöjjünk arra, hogy ebben sokkal több van, mint egyszerű fizetőeszköz. Ugye fizetőeszközt szeretünk volna létrehozni, amivel fizetések sorozatát lehet lebonyolítani. Miért fontos ez a kitétel? Bizonyára mindannyian ismerik az étkezési utalványokat, megkapják, bemennek egy üzletbe, ott fizetnek fel, és utána soha nem látják többet. Egyébként, amikor meg visszaváltja a kereskedő, akkor jó nagy jutalékot fizetett korábban francia vagy külföldi cégnek, ma már ez azért korlátozott, de alapvetően ez egyszer bemegy, és utána nem lehet többet látni. És zárt körben. Ez nagyon-nagyon fontos volt, mert amikor mi elindultunk, akkor mivel nem volt jogszabályi háttér, nagyon féltünk attól, hogy a Magyar Nemzeti Bank az összes tanulmányában egyébként ellene volt a helyi fizetőeszköznek, mit fog szólni. Megpróbáltunk egy olyan jogi környezetet teremteni, hogy zárt körben bocsátjuk ezt ki. Ennek van szövetkezeti formája Sopron, mi egyébként vállalkozói formában indultunk el önkormányzati tulajdonlással. És azért zárt körben, mert mindig az volt a kérdés a képviselőtestület és a város részéről, amikor elkezdtünk erről beszélgetni, hogy jó, lesz egy helyi pénzünk, de hogy véditek azt meg, hogy mondjuk ne lehessen vele a valamilyen nagy áruházban fizetni. Mert mi van, ha oda beviszik az emberek, és akkor most már város befektetett, meg megcsináltuk, meg mellé állunk, aztán ugyanúgy elmegy. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy zártá tesszük a kört. Az kerül bele ebbe a rendszerbe, akit a város ebbe beenged. Ez nagyon egyszerű dolog, mert azt lehet mondani, hogy a helyi fizetőeszköz a szemben a forinttal nem törvényes fizetőeszköz. A törvényes szót itt úgy értem, hogy jogszabályi háttérrel ugyan működik, de nem kötelező elfogadni. Magyar köztársaság területén a forint a törvényes fizetőeszköz, a forintot kötelező elfogadni, a helyi pénzeket pedig lehet. Itt kezdődik az átkötés, hogy miben más a helyi pénz, mint a forint. Egy kölcsönös alapon megy, és alapvetően arra építkezik, hogy a közösség felismeri azt, hogy neki haszna származik abból, hogyha helyi fizetőeszköz működtet, és mellé áll, kézzelfogható és szociális és gazdasági haszna, és hogyha erre a közösség rá tud ébredni, vagy a közösség bizonyos tagjai, akkor egymás között elkezdik elfogadni ezt a fizetőeszközt. Ez a fizetőeszköz nem tud utána bekerülni a városon vagy a közösségen kívüli gazdasági szereplőkhöz, a közösségen belül marad. És hogyha egy nagyon pici számítást végzünk, akkor ha 1 milliárd forint havi költés lehet Békés város költése, én azt gondolom, hogy ennél egy picit több, és mondjuk ez az 1 milliárd, ez csak a lakosság költése, hogyha ezt a költést nézzük egy hónapban, és ebből csak 10%-ot ki tud venni egy helyi fizetőeszköz, és ugye a pénznek azért az a sajátossága, hogy nem egyszer költik el, hanem ha én bemegyek hétfő reggel a boltba, és veszek egy liter tejet, akkor vélhetően majd a boltos abból mást meg fogja vásárolni a holnapi tejet, és akitől megvásárolja, viszi tovább. És ugye többször fordulnak meg a pénzeszközök, és ha azt mondom, hogy a 1 milliárdnak a 10%-át el tudja vinni egy közösség, akkor 100 milliót ott tud tartani ebben a fizetőeszközben. Így indítottuk a számításainkat, és így jutottunk el oda, hogy hozzuk létre ezt a fizetőeszközt. Ugye mi a cél és mi a helyi pénzek működésének az alapvető mozgatórugója? Nagyon fontos az összefogás, és erről fogok beszélni. Ezek általában ilyen magasztos szavaknak tűnnek, de kézzel foghatóvá válik, amikor a helyi pénzen keresztül vezetjük le. Közösségnek saját pénze legyen, beszéltem arról, hogy tartsa belül a fogyasztást, és ha a fogyasztást belül tartja, és a helyi pénznek a fizetések sorozata az a városban történik, és ott kezdenek el költeni az emberek, akkor a város kereskedőinél, őstermelőinél, boltosainál, temetkezési szolgáltatónál, fürdőnél, művelődési központnál több száz helyen csapódik le a fizetőeszköz. Ezeknek az embereknek, vállalkozóknak, magánszemélyeknek bevétele keletkezik. Ha bevétele keletkezik, akkor vélhetően nyeresége is, és minél nagyobb lesz a nyeresége, annál stabilabb lesz a vállalkozása, majd elkezd fokozatosan munkahelyet teremteni. Egyébként ezt ma már látjuk. A
prezentációm legelején az volt kérve, hogy egyéves a Bocskai Korona, ez 2013-ban ünnepelt az egyéves, ma már lassan 2 éves a Bocskai Korona. Egyébként 1/2 évet jósoltak nekünk, és ma sokkal erősebb és dinamikusabb, mint mikor elindultunk. Tehát igazából ez a lényeg a fizetőeszköznek. És hogyan is működik egy, még mielőtt elmondanám azt, hogy milyen hatásai voltak, illetve milyen eredményeink vannak, nagyon röviden bemutatnám, hogy hogyan működik. Van egy kibocsátó, ez a Hajdonási Holding ZRT Hajdonáson, 100%-ban önkormányzati tulajdonban van. Egyébként a Hajdonási Holding ZRT tulajdonában állnak a város gazdasági társaságai, a fürdő, közétkeztetés, közművelődés, helyi tévé, újság, tehát egy nagyon szertágazó cégcsoportot visz. Ez a Holding ZRT az önkormányzat döntése alapján lett a kibocsátó. Miért fontos ez? Az elején említettem, hogy ez egy közösségen belüli fizetőeszköz, hogy épüljön. Egyébként ma az emberek nem bíznak egymásban, nem bíznak senkiben. Ezért a fizetőeszközünk, és amikor a jogszabály elkészült, mi részt vettünk a jogszabályalkotásban, akkor nagyon fontos volt az, hogy az úgynevezett közösségi bizalmat még nem tudtuk megteremteni, akkor tegyünk mögé egy anyagi bizalmat. Minden egyes Bocskai Korona mögött egy Bocskai Korona 1 forint fedezet áll. Tehát nincs fedezetlen Bocskai Korona. Amennyi ki van bocsájtva, amögött ott van egy független helyi takarékszövetkezetnél a fedezet. Ettől függetlenül egyébként az egész rendszer mögött ott áll a Hajdonási Holding ZRT a teljes vagyonával, ami több milliárdos, hiszen a tulajdonában áll a városnak a közművi cégei, fürdő, piac, parkolók és gazdasági társaságok. Tehát nem tudunk annyi helyi fizetőeszközt sem kibocsájtani, hogy ne legyen fedezete. De mivel azt gondoljuk, hogy a lakosságnak ez nem elég, hogy cégek vannak mögötte fedezetként, mert az emberek óvatosan bánnak ezzel, ezért 100%-ban forint fedezete van, és a Magyar Nemzeti Bank felügyeli a Bocskai Koronának a kibocsátóját, a Holding ZRT-t. Minden héten jelentést adunk, minden hónapban jelentést adunk a Magyar Nemzeti Banknak, jogszabályok alapján működünk, és folyamatosan közzé van téve a fedezeti arány. Egyébként bárki bármikor lekérheti, hogy mekkora a fedezete. Abszolút egy fedezett dologról beszélünk. A kibocsátó elkészíti, felépíti az egész fizetőeszköznek a rendszerét, elnézést, létrehozza magát az eszközt, a papírokat, ami azt gondolom, hogy a legszebb fizetőeszköz ma Európában, és forgalmazón keresztül bejuttatja a közösséghez. Ennek nagyon sokféle formája van, akár lehet bónuszkifizetés, akár az emberek átválthatják. Nálásom például nagyon sokan úgy mennek fürdőbe, hogy előtte Bocskai Koronát váltanak, kicsit többet, mert a fürdőbelépővel kedvezményt kapnak, a fürdőben a büféknél kedvezményt kapnak, hogyha Bocskai Koronával fizetnek, és egyébként bármikor visszaválthatják, hogyha nincs rá szükségük. De nagyon sokféle formában kerülhet a gazdaságba. Megkerül a vérkeringésbe, az embereknek ott van a zsebébe, és ugyanúgy működik, mint a pénz, mint a forint. Van 1000 Bocskai Koronám, bemegyek a boltba, több mint 200 elfogadó helyünk van, ami azt jelenti, hogy kb. 300 helyen lehet fizetni Hajdonáson Bocskai Koronával. Nem tudnék ma olyat mondani, ahol nem lehet Bocskai Koronával fizetni. Tehát elmegyek a fodrászhoz, azt mondja, hogy 1000, hölgyektől elnézést kérek, halálbecsültem, de mondjuk az én hajamat lehet, hogy egy 1000-esért levágják. 1000 forint a hajvágás, akkor az valószínűleg 900 Bocskai Koronába fog kerülni. Ugyanis a közösség ereje abban áll, hogy a hajdonánásiak felismerték, hogy magukat védik meg ezzel az eszközzel, és a vállalkozóink, még mielőtt az első Bocskai Koronát kibocsátottuk volna, vállalták azt, hogy kezdezményt adnak. Hogyha valaki megnézi a www.bocskaikorona.hu weboldalt, akkor ott látszik több mint 200 elfogadó helynek a neve, látszik az, hogy hol lehet Bocskai Koronával fizetni, és látszik, hogy ki mennyi kedvezményt ad. Ez a 2%-tól a 40%-ig terjed. Mindenki kedvezményt kap, aki Bocskai Koronával fizet. Tehát azt mondjuk, hogy egyébként hajdunánásiként én azt mondom, hogy fizetek Bocskai Koronával, kerüljön ugyanannyiba az áru, mint ha forinttal fizetek, de hosszú távon, abban a városban, ahol élek, ahol a gyerekeim iskolába járnak, ahol majd el fognak temetni és az unokáim élnek, abban a városban tartom a pénzt, és minden egyes forint, amit oda teszek, az a helyi vállalkozónak a gazdaságát, helyi őstermelőnek, traktorosnak, tanítónőnek, nem tudom kinek, Manyi néninek, aki elhozza a termékét a piacra, az őt erősíti, az azt jelenti, hogy a saját városomat tudom ezzel védeni és támogatni. De mi azt gondoltuk, hogy megfogjuk a saját hajunknál a magunkat, és kihúzzuk abból a testpecségből, amely a gazdaságunkat jellemezte, és úgy látjuk, hogy ez a motor elindult. És hogyha már ezt megérti valaki, hogy
törvényesen fizethet vele, 100% fedezet van mögötte, pont ugyanazt az árucikket megkapja vele, mint ha forinttal fizetne, és ezzel közép-hosszú távon hozzájárul a város a fejlődéséhez, akkor azt gondolom, hogy költségek, ráfordítások és kockázat nélkül tudja a városát segíteni. De azt is gondoltuk, hogy az elején ezt az emberek nem fogják elhinni, hiszen olyan misztikus dolognak tartják, hogy helyi pénz, biztos valaki nyerészkedni akar rajta. Ezért megállapodtunk a vállalkozóinkkal, hogy kedvezményt adnak. Tehát nem elég az, hogy kockázata nincs annak, aki helyi pénzzel fizet, hanem hogyha helyi pénzzel vásárol valaki a piacon, boltba, fürdőbe, bárhol, akkor kedvezményt kap ezért. Tehát jobban jár nem csak a város, hanem az egyén is, hogyha ezzel fizet. Ez azt jelenti, hogy bekerült át a vérkeringésbe, vannak elfogadók, helyi vállalatok, őstermelők, önkormányzati vállalatok, intézmények, mindenki. Tehát én azt mondom, hogy nincs olyan szegmens, ahol ma ne lehetne ezzel fizetni, és egyre több minden héten jelentkezik be valaki. Egyébként nem mindig jelentkeznek be, mert a piacon egymás között is elkezdték elfogadni az emberek a helyi fizetőeszközt, tehát ők be sem jelentkeztek. Vannak a felhasználók, ugyanezek. Tehát nem csak a magánemberek használják ezt fel. Ami nagyon nagy érték volt, pont itt polgárőrökkel beszélgettem kint az előadásom előtt, megkérdeztek ők is, hogy mi ez a macskai korona, és egy példát mondtam nekik, hogy mi az, ami érdekes. Egy hajdunállási boltos bement korábban Debrecenben, Nyíregyházára, Nagybanira megvásárolni a zöldséget. De hajdunállása meg hagyománya van a zöldség termesztésnek, hagyománya van az állattartásnak, vagy inkább azt mondanám, hogy volt, már elkezdett kihalni. De miért? Tehát, hogyha ott van helyben, és mondjuk egy szociális szövetkezettől, vagy egy START munkaprogramban részvevő professzionális csapattól meg tudná vásárolni, miért megy el Debrecenbe? És nem tudtak rá választ adni, mert ott olcsóbb, mert gyorsabb, mert bejáratódott. És amikor azt mondtuk, hogy itt van a helyi pénz, csatlakozz hozzá, kedves boltos, akkor azt mondta, hogy ő nem csatlakozik, mert ha egy csomó helyi pénz keletkezik nála, mit csináljon vele? Mondtam, hogy visszaválthatod, de azzal, hogyha visszaváltod, én jutalékot fogok tőled levonni, egyébként nem kéne. De azért vonok le jutalékot, mert még nem érted meg, hogy neked ez segít, ma már nem kell jutalékot egyébként levonnunk. Akkor azt mondja, hogy neki nem kell. Erre azt válaszoltuk, hogy értem, ha nem kell, ne csatlakozz, mert hogy ez önkéntes. Mi senkit nem kényszerítünk rá, és nem csatlakozott. Majd amikor elindult, és ugye elmondtuk, hogy mi azért 20-30-40 milliónyi bocskai koronát biztosan ki fogunk bocsájtani a városba, és a bocskai koronának az a jellegzetessége, hogy gyorsabban forog, mint a forint, ezt nem én mondom, ezt a helyi pénzek kutatói, hogyha utána néznek interneten, különböző szakirodalomban, közgazdasági tanulmányokban fellelhető, hogy 10-szer olyan gyorsan forog a helyi pénz, mint a forint. Miért? Mert ha zsebemben van egy helyi pénz, és annyira nem hiszek benne, gyorsan el akarom költeni. Tehát minél kevésbé szeretik az emberek, annál több gazdasági hatása lesz egyébként a városnak, tehát nem lehet kikezdeni, mindig valamit hoz. Tehát ha 10-szer gyorsabban forog, mint a forint, akkor ki lehet számolni, hogy 40 millió, ha a város életében ott van, és naponta 10-szer megfordul, és az felszorzom 30-al mennyi pénz. Nem akarok nagy számokat mondani, én csak azt mondom, hogy forduljon 2-szer annyira, mint a forint, és csak naponta 1-szer forduljon meg, akkor is 1,2 milliárd forint, 40 milliónyi kicsi bocskai korona. És hogyha nincs, én csak 10%-ot szerettünk volna elérni, ez volt a célunk, én nekem meggyőződésem, hogy a város lakossági fogyasztásának több mint 10%-át már ezt teszi ki. Ha pedig ezt teszi ki, akkor a vállalkozónak el kell döntenie, hogy nem az a kérdés, hogy lesz-e bocskai korona, vagy van-e bocskai korona a város vérkeringésébe, hanem az, hogy kinél költik azt el. És amikor ez kiderült, akkor azok a vállalkozók is, akik az elején nem akartak csatlakozni, azt mondták, hogy megpróbálják. És mindenki, mert hajdunállási vállalkozó, az nyugodtan jöjjön, tehát nem kell rögtön csatlakozni ehhez. Nagy gondolkozzon, itt nem kell erőltetni semmit, később rájött is, mi történt a következő lépéssel, csatlakozott a boltos, egyébként nekem gyerekkori barátom. Csatlakozott, majd hirtelen rájött, hogy el kéne költeni a bocskai koronáját. Hol tudja leggyorsabban elkölteni, ha gyorsan vásárol zöldséget, gyümölcsöt, és hogyha elfogadják a helyi termelők, akkor oda el tudja vinni. És hirtelen kiderült, hogy szólt a helyi vállalkozó barátom, kérdezte, hogy mennyit szoktál visszaváltani, azt mondja, hogy semmit, mert elkölti, és hogyha csak ezt az egyet elértük, és utána kivezetjük a bocskai koronát, hogy az egyik hajdunállási boltos, akinek van 6 boltja, a zöldségét, vagy a zöldségének egy részét már végre hajdunálláson szerzi be, ami biztosan jó minőségű, akkor rengeteget értünk el. És ehhez még hozzátartozik, hogy ugye a bocskai korona nem egy önálló gazdaságfejlesztési eszköz. Ez a legkisebb szerete, majd beszélek a lényegéről, a igazi hatásáról. Ez egyébként egy rendszernek a része. Önmagában nem tud működni.
Úgy tud működni, hogy van egy közösségépítés Hajdunánáson, van egy gazdaságfejlesztés, egy nagyon erős gazdaságfejlesztés, szociális szövetkezetet most hozta létre a város egyébként. Van egy olyan munkaprogramja, amiben termelő munkát végeznek az emberek, és most már lassan 700 ember dolgozik egy kiváló kertészetben, öntözött kertészetben, kiváló hallgazdaságban. Elindult a közösségi állattenyésztés, a régi apállat telepünket újra létrehozta a város, szürke marhák vannak, kecskék, és ezek a termékek Bocskai Koronával mind elérhetőek, tehát hogyha valaki, valamelyik boltos, magánszemély, bárki vásárolni akar ezekből a termékekből, akkor nagy kedvezménnyel Bocskai Koronáért fizethet, és amikor az egész kialakult, akkor rájöttek a termelőink, hogy én ki is viszem a boltosnak. Tehát a boltosnak még benzinköltsége sincs. Tehát ha végig gondolja, hogy úristen, jön hozzám bevétel, nem kell beutaznom minden nap a nagybanira, meg még házhoz is hozzák, na meg még válogatni is tudok, akkor önmagában már támogatta, és támogatta a közösséget is, mert elkezdte a fogyasztást ott tartani, és elkezdtük a tőkét bent tartani. Nagyon érdekes visszajelzés volt az első évben, 2012-ben vezettük be. 2012. decemberében több kis boltossal beszélgettem, aki azt mondta, hogy amit tapasztalt, hogy a karácsonyi ajándékok egy jelentős részét végre náluk vették meg. Az önkormányzat bónuszokat Bocskai Koronában fizette ki, nagyon fontos egyébként az önkormányzatiság ebben a dologban. És az emberek úgy döntöttek, hogy van 5000 Bocskai Koronám, meg 5000 forintom, akkor most beutazok Debrecen meg Nyíregyházára, a Bocskai Koronát úgy sem tudom elkölteni, akkor megveszem itt az ajándékot. És egy nagyon érdekes dolog történt decemberben, hihetetlenül megnőtt a forgalma a nem élelmiszeripari csapatunknak is. Még egy nagyon fontos dolog a helyi fizetőeszközzel kapcsolatosan, hogy ki az, aki jár hipermarketbe, szupermarketbe, Tesco-ba, Auchan, nem tudom, Lidl, emelje fel, nem szégyen, tehát csak szeretném tudni, ki az. És amikor bemennek, akkor úgy szoktak bemenni, hogy van egy listájuk, és nincs az az Isten, ami eltérítsen őket attól, hogy csak azt a 10 terméket vegyék meg, amit akarnak, vagy a kosárban mindig kétszer annyi van, mint amennyit vásárol. Ki az, aki csak azt veszi meg, amiért bement? Mindig. Tudatos emberek, nem hiszem el egyébként. Ez azért fontos ez a kérdés, mert ha ugyanez történik, ez pszichológia. Ha bemegy egy hajdunánási ember a boltba, hogy vesz egy liter tejet, mert Bocskai Koronát azt ott el tudja költeni, biztosan még 1000 forintot hozzá fog tenni. Mert ha már bejöttem a tejért, megveszem a kenyeret is. És akkor a forintját is ott hagyja. Tehát 40 millió Bocskai Korona, az még kétszer annyi forint. És az a kétszer annyi forint sem megy el. Tehát ha 1 milliárdot ott tudunk tartani helyi pénzben, akkor 3 milliárdot tudunk ott tartani törvényes fizetőeszközben is. A többi meg hagy menjen. Tehát azt gondolom, hogy kell, hogy az emberek el tudjanak menni moziba, ha nincs nánáson, tehát nem kell, nem akarjuk leváltani a törvényes fizetőeszközt. Örülünk, hogy a magyar forint létezik, csak mellette párhuzamosan egyfajta építkezésünk van. És ez a kisebbik szelet, és igyekszem befejezni, mert nem szeretném a szünet előtt húzni az időt. Milyen eredményeink vannak, és igazából itt jön a lényeg, lakosság, vállalkozások és az önkormányzat és a közösség. A legkisebb eredmény a gazdasági. Amikor a Bocskai Koronát bevezettük, nem is tudtuk felmérni azt, hogy mekkora marketing eszköz a városnak. Én magam 500-nál több előadást tartottam a Soproni Egyetemtől, a Corvinus Egyetem kutatók éjszakáján át. Most is ott vannak a kollégáim az utazás kiállításon, mint díszvendégek. Több száz sajtó megjelenésünk volt, az összes tévécsatorna, az összes rádiócsatorna mind-mind megkeres bennünket folyamatosan. Most is itt vagyok, és Hajdunánásról beszélek. Megkeres bennünket azzal, hogy mi ez a Bocskai Korona, mutassuk be, mert jól működik. És mindig elmondom, amikor ott vagyok, hogy van egy csodálatos fürdőnk, mint ahogy most is elmondtam. Gyönyörű fürdőnk van, egy nagyon-nagyon fontos turisztikai központ Hajdunánás. Érdemes oda ellátogatni. És amikor ezeket elmondjuk, és én kiszámolom azt, közgazdászként, hogy mennyibe került volna nekem a marketing költésem, hogyha nekem ezt meg kellett volna vásárolnom a Magyar Televízió, az RTL Klub, az ATV, a Hír TV, a teljesen mindegy, hogy ki, mert politikamentes, a Kossuth Rádiótól, a Lánchíd Rádión át, a Helyi Rádiótól, a nem tudom milyen rádióig, Hollandia, Amerika, Japán, Lengyelországból jönnek hozzánk, Gyulafehérvárról, rengetegen el is látogatnak a városunkba. Ha ezt nekem meg kellett volna vásárolnom, szerintem az egész önkormányzat költségvetése ráment volna. Ez mind ingyen van. Tehát a teljes beruházása az önkormányzatnak, ha semmi más nem ért el, mint hogy néhány hajdunánás őstermelőtől megvásárolják ma a zöldséget, gyümölcsöt, és a városon kapott egy nagyon komoly turisztikai jelenlétet, akkor már megért a befektetés, azt gondolom, hogy megtérült a beruházás. Ezen kívül egy nagyon fontos közösségépítő szerepe van. És én nem szeretnék túl sokat beszélni a közösségépítésről, mert azt abba sem lehet hagyni, mennyire fontos. Itt beszélgettünk egyébként, hogy a
az előadásot, hogy a gazdasági válság milyen jót tett velünk, mert ha nincs gazdasági válság, akkor nem kezdünk el ennyire közösséget építeni. Én egyébként biztos meg fognak néhányan ezért kövezni, de ezt az előnyét meg látom, mert hogy az emberek elkezdenek problémákkal találkozni, akkor elkezdenek összehúzódni. Ha meg elkezdenek összehúzódni, akkor meghallgatják egymást, és ezt tapasztaljuk is. És nagyon erős közösségépítő szerepe volt a Bocskai Koronának. A egyetlen egy példa, a kibocsátás napján a város dísztermében történt a kibocsátás, és nagyon sokan jelentkeztek, helyi prominens személyiségek, vállalkozók, politikusok, hogy szeretnének részt venni a kibocsátásban, és ismeretlenül, tehát akkor még nem volt működő helyi pénz, nem volt jogszabályi felhatalmazás, nem tudtam elmondani, hogy milyen hatása van, nem volt elfogadó helyünk sem. Ismeretlenül mindenki jegyzett 50, 100 ezer, 1 millió, 2 milliónyi Bocskai Koronát is megvásárolta a tehetségéhez mérten. Jobb, baloldal, a közepe, széle, mindenki egy nap, egy teremben ezt megtette. És azt gondolom, hogy egy városban szükség van néha erre is, hogy a közösség minden külső hatástól függetlenül egyszer végre összefogjon, és mondjuk valaminek úgy tudjon neki menni, hogy még ugyan nem ismeri, de látja a hatását. Nagyon erős közösségépítő hatása tud lenni, hiszen a helyi értékeink vannak a fizetőeszközön. Ha van még 5 percem, és kíváncsiak rá, megmutatnám, hogy hogy néz ki. Kíváncsiak rá? Köszönöm. Egy mondat csak. A középső oszlopon, hogyha megnézik azt, hogy szövetkezés. Ez azért fontos, mert hiszünk abban, hogy a szövetkezeteinknek ez lesz a belső elszámolási rendszere. És már arról is beszélgetünk, hogy szövetkezetek között is lehet ezzel egy elszámolást tenni. Ez csak egy zárójel és egy üzenet az előttem szólónak. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy miért Bocskai Korona? Szerintem nem kell bemutatnom, Hajdúnánáson minden Bocskairól szól. Az első nyertes szabadságharcunk a Hajdúkkal Bocskai István nevéhez fűződik. Nekünk Bocskai az egy érték a városban, és egy nagyon-nagyon-nagyon fontos és meghatározó szereplő. Kurucok maradtunk a mai napig, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Bocskai telepítette le a Hajdúkat. Innen tisztelgünk. Egyébként a fizetőeszközöknek a jelentős része vagy épület, vagy ember. Mi egyetlen egy dolgot hoztunk döntésként, hogy ember, az Bocskai, és a többi pedig a hajdúság képi világa, ami meghatároz minket. És azon is gondolkoztunk, hogy ez Hajdúnánásról szóljon, vagy a Hajdúkról. És azt gondolom, hogy jó döntést hoztunk. Fordítva indultunk el, mint a balatoniak vagy a soproniak. Mi azt a döntést hoztuk, hogy Hajdúnánáson megcsináljuk. Nem érdekel, hogy mit mond a Nemzeti Bank, nem érdekel, bárki bármit mond, megcsináljuk. Ha működik, akkor pedig nyitva hagyjuk az ajtót a többi hajdúvárosnak. Azért, hogyha ők úgy látják, hogy működik, mert nekik nem volt tehetségük, idejük, pénzük, emberük, hogy megcsinálják, még ne zárjuk be ezt a fizetőeszközt. Ezért nincs rajta Hajdúnánás. Mert ha rátesszük Hajdúnánást, akkor a hajdúdorogi hajdúk nincs az az Isten, hogy a Bocskai Koronát bevezessék. Mert azok a hajdúnánásiaké. De valószínűleg a létavértesiek se vezetnék be a Hajdúnánás rajta, hanem meg a böszörményiek se. Ezért úgy döntöttük, hogy az, ami mindannyiunknak közös, azzal nagy hibát nem követünk el. Amit tudni kell, egy pillanat. Még nem beszéltem arról, hogy mennyire biztonságos. Az 5000 forintos bankjeggyel majdnem azonos biztonsági értékkel bír, és hogyha azt nézem, hogy 40 millió van forgalomban 5000-esből meg mennyi, akkor hogyha valaki Bocskai Koronát hamisít, elnézést a kifejezésért, nem teljesen normális, mert hogy sokkal több energiát kell belefektetni, annyiért meg már törvényes fizetőeszközt is tudna hamisítani. Az összeset nem tettem fel, UV-fény van benne, fluoreszkáló papír, bolyhosodó papír, vízjegyek több helyen, dombornyomott aranyfólia, egyébként zárt rendszerben a Magyar Jegybank alvállalkozója gyártja, aki egyébként értékpapírgyártással foglalkozik, aki egyébként autópályamatricákat gyártotta, kötvényeket, részvényeket gyárt, és teljesen zárt technológiával. Én azt gondolom, hogy hamisít másolni nem lehet, mert speciális a papír színe, minősége, dombornyomott fólia van rajta, ugyanaz a fém, mint ami a fémszál a forintokban, UV-fény és nagyon sokféle vegyszerre kimutatható dolog van benne. És hogy néznek ki a címleteink? Inkább beszélek hangosan, nem akarok visszahajolni ehhez a mikrofonhoz, mert nagyon fárasztó. Kerecsen sólyom, nem hiszem, hogy be kell mutatnom, a másik oldalt pedig a makkoltató Mangalica Konda. Mind a kettő jellemző hajdúság, én azt gondolom, hogy itt sem idegen ez a motívumrendszer.
A 1000 bocskai koronás címleten a Magyar Racka és a Hortobágyi 9 lyukú híd természetesen mind a kettő nánáshoz erősen köthető. A Hortobágy folyó hajdunánáson a Verestenger járásban ered, meg azt gondolom, hogy a Hortobágy szélén a hajduk igazából odavalók a marhákkal. A darutánc igazából megjelenik a daru, mint hát ugye, ha valaki ismeri azt a környéket, akkor hagyományosan ott van a darvak vonulása. Hajdunánás és Berettyóújfehér között érdemes, Balmazújváros között érdemes arra látogatni a vonuláskor, mert több ezer darvat lehet látni, gyönyörű. Egyébként meg a darutánc az a család összetartozás jelképrendszere. A delelőménes pásztortársadalom, hajdúság, ma is vannak csikósaink, itt vannak az utazás kiállításon is, biztos karikással kergetik a népeket, tehát ez abszolút köthető a túzok. Ezért én kaptam már, én azt mondtam, hogy a túzok ma már csak a Hortobágyon költ, és amikor Sopronba tartottam előadást, akkor a felső hanságiak azt mondták, hogy ezt felejtsem el, mert csak ott költ. Én mondtam, hogy nekem itt van a pénzemben, és úgyhogy én be tudom bizonyítani, hogy ott költ, de az a jó, hogyha minél több helyen költ a túzok. És hazudtam, mert én azt mondtam, hogy hajdunánás nincs rajta, egy helyre muszáj voltunk rátenni, a református templomunk egyik 18. századi metszete, 16. századi metszete. Ez igazából azt gondolom, hogy senkinek nem idegen, tehát amikor ide érkeztem egyébként, teljesen véletlenül a református hivatal mentem, hogy ide találjak, tehát valamiért vonz minket ez a dolog, és minden hajdú büszke arra, hogy református közösségben él, természetesen vannak katolikus közösségeink is. A templomunk az nem hivalkodó annyira, hogy ezt ne tudnák elfogadni a környező települések. És akkor itt van az én kedvencem. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt a tervezővel, amíg ide el tudtunk jutni, ugyanis a tervező nem hajdúság, és nem tudta lerajzolni a küzdő szürke marha bikákat. 15 000 rajzot küldött, és mondtam, hogy ez nem szürke marha, nem úgy néz ki, ismerje már meg, hogy néz ki egy szürke marha. Ez sem lett tökéletes, mert vannak még benne hibák, de elmentem és lefényképeztem neki szürke marhákat, és azt küldtem el, hogy így néz ki egy szürke marha. Felül pedig egy gyalogos hajdú található, hát ugye a hajdúságra azt kell tudni, hogy a szürke marhákat hajdúk terelték a bécsi vásárra, meg még sok más helyre, úgyhogy hogy itt azért tetten érhető maga a hajdúság, a bocskai népe, illetve a szürke marha, egyébként aminek az egyik központi helyünk lett most a szürke marha a pálattelepnek az újraállítása. És akkor a 20 000-esen a bocskai István és a bocskai korona, illetve a bocskai jogar. Ez most Bécsben található. Hajdú Szobosztó már elindított egy kezdeményezést, hogy visszahozzuk a bocskai koronáját. Én nagyon bízom benne, hogy Hajdunánás most tervezi a hajdúk világtalálkozóján, hogy visszapróbáljuk hozni ezt a koronát. Soha nem koronázta meg ugyan magát a bocskai ezzel, de ez egy nagyon komoly erekje, azt gondolom, hogy fontos. Ugye a bocskai pedig azt gondolom nem kell bemutatnom, és a hajdú kötődését sem. Ami még fontos, hogy sorozatszámokkal vannak ellátva, mindegyik egyedi sorozatszámmal van ellátva, amit nyilván tartunk, és nincsenek 500-asnál kisebb címletei. A magyar forint papírpénz címleteit képeztük le, 500-as alatt forintban vissza lehet adni. Tehát nem olyan, mint az étkezési utalvány, hogy 200 forintos rágóér, 500-as utalványt adok, és nem adnak vissza. Ha valamelyik kereskedőnk ilyet tesz, ezt egyébként negyed évente mérjük, akkor kizárjuk a rendszerből. Ez nem arról szól, hogy megkárosítsuk a használókat. Köszönöm szépen a figyelmet, elnézést, hogy a kicsit túlhúztam. Hogyha kérdés van, azt várom szeretettel, illetve mindenkit biztatok, hogy látogasson el Hajdunánásra, mert egy gyönyörű város. Köszönöm.